Nem kell már sokat várni arra, hogy füst gomolyogjon ezekből a kéményekből. Nyáron sokan inkább a hűtéssel, nem pedig a fűtéssel foglalkoznak, érdemes azonban előre gondolkodni. A kémények átvizsgálása, szükségszerű tisztítása csak alig több mint fél órát vesz igénybe, adott esetben azonban akár életmentő is lehet. A vizsgálat ráadásul nem kerül pénzbe, és ugyan a családi házaknál ez nem kötelező, még a fűtési szezon előtt rávilágíthat a rendszer hibájára. Ezeknél a jogszabály nem kötelezi a tulajdonost a kéményseprésre, vagy a kéményseprők fogadására, illetve a úgynevezett égéstermék elvezetők kötelező felülvizsgálatára, de rendkívüli módon ajánljuk ezt, hiszen saját magunk, környezetünk, a velünk együtt élők biztonságára van szó. A megyében 2021-ben ez idáig 63 tűzeset következett be a kéményekkel kapcsolatban. Tulajdonképpen minden hatodik lakóháztűz visszavezethetők az égéstermékkel elvezetőke problémakörére. A társasházaknál viszont már kötelező a kémények vizsgálata, ezt hivatalból elvégzik a kéményseprők. Itt a munkáért magánszemélyeknek nem, egyéni vállalkozóknak és cégeknek viszont fizetniük kell. Ráadásul ezt a tevékenységet nem a katasztrófa védelem munkatársai, hanem kéményseprő cégek végzik. Legalább 15 nappal a tervezett kéményfelülvizsgálat ellenőrzés megelőzően a kéményseprők tájékoztatást fognak adni az ellenőrzés időpontjáról. Ezt meg fogják tenni úgy, hogy vagy a postaládába dobnak értesítést, vagy kifüggesztés módján tájékoztatják az ott lakókat. Ilyenkor ugye célszerű fogadni a kéményseprőket, de amennyiben ez nem lehetséges, akkor lehetőség van még 30 napon belül egy másik időpont kezdeményezésére. Ezen túlmenően már csak díjfizetés ellenében tudják a kéményseprők elvégezni társasházaknál ezt a számukra kötelező, hangsúlyozottan kötelező kémény ellenőrzést, illetve felülvizsgálatot. A családi házban élők a 1818-as telefonszámon vagy a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon igényelhetnek kéményseprést, a társasházban élők pedig a következő 2-3 hétben számíthatnak még a szakemberek érkezésére.